Szulejmán szultán 1566. szeptember 7-én hajnalban halt meg a szigetvárt ostromló török sereg táborában. Síremléket törökül türbéje legendás helyé vált, melynek emlékezete, pontos földrajzi helyének ismerete idővel elveszett. Az azonosítására irányuló kutatás 1903-ban kezdődött. Több lehetséges helyszín is szóba került, mint a turbéki segítő boldogasszonynak szentelt katolikus templom, illetve a magyar-török barátság park környéke. A vizsgálatokból egymással vitatkozó tanulmányok születtek, de a végső bizonyíték az épületek falai, vagy az azokat védő erődítmény nyomai nem kerültek elő. Néhány éve egy kutatócsoport új módszerekkel kezdett vizsgálódni. A történet úgy kezdődött, ahogy egy projektben mindig kezdődni szokott. Ugye ehhez is, a tudományhoz is ugyanaz kell, mint a háborúhoz, ugye ez a három dolog. Ezt a három dolgot a török kormány biztosította az első időben a kutatócsoport számára. 2012. novemberében kötöttünk egy szerződést a török kormánnyal, annak egy szervezetével, a TIKÁ-val, és ez a szerződés biztosította azt a pénzügyi támogatást, amivel el lehetett kezdeni a munkát. A támogatások pedig azt célozták, hogy a 450 éves évfordulóra, tehát 2016. szeptemberéig, egészen pontosan szeptember 1-jéig lehetőség szerint azonosítsuk azt a helyet, ahol Szulejmán szultán meghalt, ahol a türbéje felépült, és ahol aztán a zarándok település körülötte létrejött. Nagyszerű körülmény volt, hogy az akkori ankarai magyar nagykövet Hovári János jó barátunk, nagyon hathatósan segítette a törekvéseinket, tulajdonképpen ő volt a döntő szerepet játszó személy, aki miatt egyáltalán létrejöhetett a szerződés. És volt egy jó koncepció, amit én adtam elő Ankarába, ami viszont elég meggyőző volt, hogy elhitték, hogy talán tényleg sikerülhet megtalálni azt, amit ennyi ideje hiába keresnek mások. Törökország geopolitikai helyzete jelentősen megváltozott az elmúlt néhány évtizedben. Önálló hatalmi tényezővé vált, ami a magyar-török viszonyt is érintette. A szigetvári kutatásoknak szimbolikus jelentősége van nem csak a magyar, hanem a török történelmi emlékezet szempontjából is. Ezért ezeket a két ország közötti politikai kapcsolatok rendszerébe kellett illeszteni. Nagyon fontos volt, hogy ebben az új koncepcióban, amelynek kidolgozója és végrehajtója voltam, kellő helye legyen a tudományos kapcsolatoknak, amelyek a magyar-török relációban stagnáltak. Úgy láttam, hogy mindazok a kutatások, amelyek a magyarországi törökkörre vonatkoznak, beleértve a szigetvári kutatásokat, azok valamiképpen új lendületet adhatnak ezeknek a kapcsolatoknak. Ez meg is történt. Egy olyan kapcsolatrendszert sikerült kialakítani, amelynek hatása van hosszabb távon is a magyar-török kapcsolatokra. December hónapban, január elejéig találtam meg aztán azokat a kollégákat, akikkel a kutatócsoportot felállítottuk, és akikkel azóta is nagy részt együtt dolgozunk. A probléma az elmúlt több mint 100 évben ugye az volt, hogy mindig jött egy kutató, aki értett egy valamihez. El tudott olvasni latin szöveget, vagy török szöveget, vagy régész volt, de nem értett mindenhez. Nagyon komplex a probléma. Tehát, hogy mi felfogtuk, az egy sok disziplinás, sok
kutatót, sokfajta szakértelmet igénylő feladat, probléma, megoldás volt. És korábbian erre egyszerűen egy emberben nincsen ennyi képesség, vagy nem magas színvonalon pedig pláne nincs. 13. januárjától állt elő, vagy össze egy olyan csapat először, ami egyáltalán az, hogy csapatról beszélünk, tehát hogy több kutató dolgozott együtt, mindenkinek megvolt a maga szakterülete, amihez speciálisan értett. Meg volt, aki a forrásokkal foglalkozott, meg volt a régészünk, meg volt, aki a térinformatikával foglalkozott, aki a légi lézerszkennerést elemezte, és így tovább. És folyamatosan kommunikáltunk egymással, mindenki megosztotta másikkal a tapasztalatát, meetingeket tartottunk, nem titkoltunk el természetesen egymás elől információkat, és ezekből a részinformációkból végül összeállt az egész, és megszületett a megoldás. Én egy földrajzi problémaként próbáltam ezt megoldani, nem egy történelmi rejtélynek valami döntő bizonyítékát szerettem volna megtalálni. És az, hogy egy földrajzi rendszerben próbáltam megtalálni azokat a tájékozódási pontokat, amelyek eredményre vezethetnek, ez tulajdonképpen egy új fajta megközelítés volt. És az a koncepció, amit aztán Ankarában 2012-ben elmondtam, és ami meggyőzte a török döntéshozókat, hogy érdemes ezt a kutatást támogatni, az úgy hangzott, hogy az elmúlt évszázadokban, elmúlt 450 évben a klíma és a földrajzi környezet Szigetvár körül igen nagy mértékben megváltozott. Tehát nekünk akkor van esélyünk jól értelmezni az útmutatást, hogyha az eredeti tájhoz nagyon hasonló környezetben tudjuk ezt értelmezni, nem pedig a maiba, ami teljesen más. Azt gondoltam, hogy készítsünk egy tájrekonstrukciót erről a területről, abból a korszakból. Ez el is készült, és hát ennek nagyon sok tanulsága lett, ez segített eligazodni az ostrom viszonyai között, a szereplőknek a lehetőségeit illetően, mely területek voltak alkalmatlanok a táborozásra, vagy a csata az ostrom vezetésére, esetleg az építkezésre, és mely területek voltak azok, amelyek viszont ideálisak voltak. A mi feladatunk elsősorban a térképészeti és a térinformatikai vagy geoinformatikai munka felügyelete volt, illetve elvégzése. Elsősorban a különböző régi térképeknek a georeferálása, tehát a mai helyére illesztése, domborzati modell készítése, ebből pedig tájrekonstrukció. Tehát például megnéztük azt, hogy mennyi talaj pusztult le az elmúlt néhány száz évben a Szigetvár környéki területről, megnéztük azt is, hogy a növényzet hogyan változhatott. Nyilván nincsen abból az időből megfelelő térkép, ezért azt is modellezni kellett megfelelő hibahatárral, és ebből tudtuk bizonyos ajánlásokat tenni arra, hogy hol lehetett, illetve hol nem lehetett a Szulajmán türbéje. Miután a tájrekonstrukciós vizsgálat kimutatta, hogy az a két helyszín, ahol korábban a türbét sejtették, tehát az Almás-patak menti terület, ahol a Magyar Török Barátság parkál, egy időszakosan víz alatt álló terület volt, ahova nem volt célszerű bármit is építeni, nem tudott volna ott egy település létezni, hát néhány évente jött egy árhullám, tehát ilyen helyre a korszakban nem építettek semmit. Ezért viszonylag egyszerűen kizártuk a lehetséges helyek köréből. A másik helyszín ugye a Turbéki Katolikus templom pedig, ami szintén egy ilyen mélyedésben van, egy ilyen vizes rét jellegű terület volt abban az időszakban. Azért kezdtük el alkalmatlannak tekinteni az ostrom vezetése szempontjából, mert hogy onnan nem lehetett látni a várat. Tehát nem lehetett józan észre belátni, hogy a szultánt egy olyan vizes mélyedésbe rakták volna a táborát, a sátrát, ahonnan őt a csapatok nem látták. Ugye a szultán jelenlét az lelkesítőleg hatott a csapatokra, de csak akkor, hogyha látják.
illetve a szultán maga is figyelemmel kísérte az ostromot. Hát ha onnan a helyről nem lehetett látni, akkor ugye erre nem volt esély, tehát az a helyet nem tekinthettük alkalmasnak. Azt a feladatot kaptam, hogy a korabeli forrásokat igyekezzem felkutatni. Ez alatt azt jelentem, hogy 16, 17, 18. századi forrásokat, nem csak magyar nyelven, hanem latinul és németül is, ezeket aztán próbálja meg elemezni, és aztán megkerestük közösen azokat az információkat bennük, amelyek részben hozzásegítettek minket a keresett terület lokalizációjához. Különböző vizsgálati eredmények, amelyekre jutottunk, ezekben az írott forrásoknak egy kiemelkedő nagy jelentősége volt, amelyeknek az ömét Kitanics Máté fedezte fel, vagy tárta elénk. Ezek olyan földrajzi indikációkat tartalmaztak, amelyek egy magaslati helyre mutattak. Ezeket az indikációkat, hogyha megvizsgáljuk, akkor abból az jött ki, hogy a megfelelő hely az Szigetvár várától keletre 4-4,5 kilométer távolságra egy magaslati helyen szőlők és gyümölcsösök között fekszik. Hát az első nagy pillanat azt szerintem mindjárt a kutatás elején volt, amikor a szigetvári plébánián sikerült felkutatni az egyik legfontosabb dokumentumot. Magában a könyvtárhelyiségben, új könyvek mögött kis túlzásra azt mondtam, hogy elrejtve voltak bőrkötési protokollumok, és az egyikben, amit fölcsaptam mindjárt a kötet elején, volt egy 1738-as forrás, egy birtokjogi vita, a helyi birtokos Zsibóton és Turbékon birtokos Mercel család birtokjogi vitába keveredett a szigetvári plébániával, és tanukat idéztek meg, és ezek olyan öreg, elsősorban bosnyák tanuk voltak, akik visszaemlékeztek, és ők még jártak Turbékon, és az ott Török Sáncnak nevezett szulejmáni zarándoktelepülés szerkezetét leírták, hogy hogyan nézett ki maga a település, hol lakott a török püspök a papjaival, a Sáncon belül, a Sáncban a törökök, és a Sáncon kívül a kereszténység. Ez akkor, amikor ezt láttam, akkor éreztem először úgy, hogy kézzelfogható közelségbe került az általunk keresett terület. Annyira szépen írták le, és annyira kézzelfoghatóan a területet. Aztán, amikor a dokumentumok elemzése során egyre több minden mutatott arra, hogy valószínűleg a Szőlőhegyen lehet majd beazonosítani, ez volt a következő olyan pont, amikor úgy éreztem, hogy talán léphetünk egyet előre. És a harmadik számomra a legnagyobb pillanat az volt, amikor kiszálltunk, és a Szőlőhegyen sikerült beazonosítani egy oszmánkori rommezőt. Akkor éreztem úgy, hogy ez az a terület, amit kerestünk. ...2015 nyarára egyértelművé vált, hogy hol kell elkezdeni az ásatásokat, mert meggyőző bizonyítékok álltak rendelkezésre a keresett épületcsoport helyéről. Az 1664-es Eszterházy Pál által készített rajz alapján világos volt, hogy egy sajátos elemekből álló épületcsoportot, dzsámit, elalakú derviskolostort, kaszárnyát és erődítményt kell keresni. 2015. szeptember 1-től a török pénzügyi forrásokat már magyar kutatási támogatás egyensúlyozta ki. Fodor Pál és Pap Norbert vezetésével újabb lendületet vettek a vizsgálatok, és megkezdődhettek az ásatások a Szigetvár melletti Szőlőhegyen. A feltárást azon a helyen kezdték meg, ahol a geofizikai vizsgálatok sekély mélységben egy épületet mutattak, amelynek falai Mekkára vannak tájolva. Turbék Szőlőhely Alsóhegyen egy olyan törökkori lelőhely került elő, ugye a kutatócsoportnak a munkája során, amely oszmánkori leletanyagot tartalmaz, több épület helyezkedik el a föld alatt, és ennek a feltárása és koordinálása volt az én feladatom. Tulajdonképpen a kutatás az folyamatosan izgalommal töltött el bennünket, és minden nap új és új eredményeket hozott. Az ásatás során is kíváncsian vártuk ezeket az eredményeket, de igazából alaprajz alapján akár dzsáminak, akár pedig türbének is lehetett volna tartani az épületet.
Igazából amikor előkerült ugye a délkeleti fal, a felmenő fallal is nem volt rajta a mihráb fülke, amikor a márványborítás előkerült az épületnek a belsejében, amikor megtaláltuk a rablógödröt, illetve nem találtuk minaretet az épületnek az oldalánál, akkor kezdett körvonalazódni az, hogy esetleg ez tűrbe lehet. Amikor befejeztük az ásatást, akkor mertük kimondani igazából, igen, megtaláltuk azt, amit kerestünk. Ebben a projektben az én feladatom az ásatás megszervezése volt, hogy minden időben megtörténjen, és a maga a szakmai munka ne szenvedjen kárt. Számomra hihetetlen volt, hogy ekkora érdeklődést övezi az egész kutatást. Több száz ember érkezett hirtelen, és rengeteg kérdésük volt. Sokszor azt mondták az emberek, a szigetváriak is, meg a baranyaiak is, vagy más, az ország más szegletéből érkezők is, hogy most már elhiszik, mert látták a szemükkel. Ez a kérdés ez úgy indult, hogy egy ilyen szellemi kihívásként, egy ilyen találós kérdés megválaszolásaként, hogy hol volt vajon a szultán tűrbéje, és egy tudományos vállalkozást alapítottunk rá, néhány embernek az ügye volt csupán, és hát próbálgattuk a találékonyságunkat, a tudományos képességeinket, hogy meg tudjuk-e oldani ezt a rejtélyt. Most a rejtélyt megoldottuk, de közben kiderült, hogy hát azért ez egy bonyolultabb történet. A kutatások végül eredményre vezettek. Sikerült a 2015-ös és a 2016-os ásatási évadokban igazolni, hogy a keresett épületcsoport a Szőlőhegyen volt. Ugyanakkor nem várt módon a média részéről óriási érdeklődést támadt a kutatás iránt. Nem csupán annak konkrét eseményei és eredményei váltottak ki érdeklődést, de kulturális, civilizációs és részben politikai tartalmú viták is keletkeztek. Ennek a projektnek van egy tisztán tudományos érdeke, hogy így fejezzem ki magam. Ez az, hogy 16. századi történelmünkkel kapcsolatban van egy fontos probléma, megoldatlan probléma, amelyet hosszú időn keresztül bogoztak elődeink és kortársaink, és hát szerettünk volna a végére járni. Tisztán tudományos kérdésben jó nagyot sikerült előrelépnünk az én megítélésem szerint. Úgy tűnik, hogy ahogy szoktok mondani, ha 100%-ig nem is, de 95-98% biztonsággal már állíthatjuk, hogy megvan az a hely, ahol Szulejmán annak idején meghalt, és ahol eltemették 42 napig, és aztán ahol a később a eltemetési helye fölé egy emléktürbét, és aztán majd egy török kisvárost építettek. Ez nagyon jó, nagyon kellemes, hogy úgy mondjam, nagyon szívet melengedő tudományos eredmény, amiről kiderült, hogy nem csak minket magyarokat érdekel, hanem érdekli a törökséget is, és érdekli a nagyvilágot is. Ezt a számtalan visszajelzés világosan mutatja. Milyen remek dolog az, hogy egy magyar bölcsészkutatás nem csak a szűk környezetében, hanem az egész világon ekkora visszhangot tud kiváltani, hogy szoktuk mondani, hogy ekkorát tud durranni. És ez szerintem adhat lendületet más kutatásoknak is, meg elhitetheti az emberekkel, hogy ha valakinek jön egy ötlete, akkor ahhoz nem úgy kell hozzáállni, hogy ez a hülye már megint mit akar, meg mit képzel, meg hogy képzeli, hanem nézzük meg, hogy van-e benne a dolog, és hogyha valami elképzelés, vagy valami jó, és hogyha tényleg az adatok úgy jönnek, hogy azokat támasztják alá, akkor minden erőt összevetve próbáljuk meg, hogy olyan diadalra vinni. Tehát ez a csapatmunka, összefogás, különböző kutatóhelyeknek az összefogása, személyeknek az összefogása, és nagyképpen talán úgy mondanám, hogy a magyar tudomány nemzetközi pozícionálása szempontjából egy fantasztikusan jó eredmény, és tulajdonképpen ennek örülök a legjobban. De azért ennél sokkal többről is van itt szó. Ez egyúttal tudománypolitikai érdek is ez a kutatás, és egyúttal természetesen ennél jóval több, hogy így fejezzem ki magam, identitásépítő program is lehet a maga módján, hiszen egy olyan történelmi eseményhez kapcsolódik, amely annak idején
messze nem csak Magyarországot érdekelte, nem messze nem csak Magyarország szempontjából, az akkori magyarság szempontjából volt fontos, hanem tulajdonképpen egész Európa sorsát valamilyen módon befolyásolta. Tehát a kört tágíthatjuk a helyi, lokális érdektől, így jutunk el az országosig és az országostól az európai érdekig. A kutatás Törökországban óriási ismertségre tett szert, nem utolsó sorban azért, mert Nagy Szulejmán és az Oszmán dinasztia iránti érdeklődés az utóbbi években rendkívül megnőtt. A korszak egyik legkiválóbb török történész szakértője megvilágította számunkra, hogy miképpen tekintenek Szulejmánra a mai Törökországban. Genellikle Türkiye'de halk arasında Sultan Süleyman kanuni olarak hep bilinir ve bu lakapla anılır. Tabii bu adalete verdiği önemin bir göstergesi şeklinde mütalaa edildiği için bugüne örnek olabilecek sultanlar arasında da daima hep yer almıştır. Ve onun hatırası özellikle bu son zamanlarda bilhassa hem konjektürel olarak Türkiye'deki siyasi gelişmelerle bağlantılı ve aynı zamanda da kültürel anlamda sinema diliyle de halka mal edildiği için giderek daha da artan bir özellik gösteriyor. Ve bugün zihinlerdeki Kanuni veya Sultan Süleyman algısı gerçekten diğer sultanları gölgede bırakmış bir durum arz etmektedir. O bakımdan onun döneminin zihinlerde olmuş olduğu bu durum tabii akademik çalışmaları da içine aldı. Akademik çalışmalarda da ciddi anlamda bir fazlalaşma söz konusudur. Ve bu şekilde bu dönemin Osmanlı tarihindeki yeri ve Türk halk arasındaki intibalarıyla beraber gerçekten çalışmaya ve yeniden değerlendirmeye muhtaç bir yanında olduğunda söylemeden geçemem. Mai kor magyar nemzettudata sem értelmezhető az Inyi örökség a szigetvári hagyomány nélkül. Ebben természetesen helye van a törökök világának, Szulejmán szultánnak, hiszen a velük való harcba született meg a magyar hősiesség, és az emlékév során, bár nagyon sokan nem értették, hogy miért kell Zrínyi kapcsán a törökökkel is együttműködni, mégis úgy tapasztaltam, hogy az ellenfelet, a halott katonákat, a halott török katonákat a magyar nép többsége tiszteli, mint halott katonát, és tisztában van azzal, hogy a történelmet nem tudjuk megváltoztatni, és a jelenlegi törökök, a jelenlegi török történészek vagy közemberek nem felelnek mindazért, ami Szulejmán szultán hadseregéhez kötődik. Korai szultánok a 15-16. 17. században Magyarország ellenfelei és sok esetben ellenségei voltak. A 18. századtól a helyzet azonban ez nem így volt. Az oszmán szultánok annyira mellénk álltak, például a Kossuth emigráció mellé Abdul-Mejid szultán, hogy az Oroszországgal való háborút is fölvállalta. És azt se felejtsük el, hogy magyarok és törökök az első világháborúban az Antant ellen közösen harcoltak, magyar tüzérek Gallipolinál lőtték az Antant hajóit, és 30 ezer török katona harcolt a galiciai fronton az oroszok ellen magyar katonákkal együtt. Magyar múlt értelmezése, a magyar identitás vizsgálata felől nézve a dolgot, ez egyúttal megemelte a történetnek a másik felét is, nevezetesen az akkori magyar határvédők, Szigetvár védőinek, Zrínyi Miklósnak és az ekkori egész magyarságnak a helytállását és a szerepét, és segített ismét visszahozni a nemzeti emlékezetbe azokat a cselekedeteket, azokat a hősítetteket, amelyeket sajnos az utóbbi időben eléggé elfelejtettünk. Tehát Szulejmán kutatása tulajdonképpen megerősítette a magyar múlt ismeretét is, és megerősítette a mai magyarságnak a ősök iránti tiszteletét is, legalábbis én ebben szeretnék hinni. Ismerjük,
és tudjuk, hogy kikkel álltak szemben az Rinyiek. Hogy nézett ki ez az oszmán birodalom? Hogy nem egy maréknyi török katonával kellett megküzdeni, hanem az akkori világ legnagyobb hadseregével. Ez csak hűségességgel lehetett. Finesszel lehetett. Valami olyan különleges képességekkel, ami megvolt Odysseusnak, megvolt Hektornak, megvolt Leonidásnak, akik tudtak küzdeni, akikben benne volt az erő, akik a reménytelen helyzetben is hűsök tudtak maradni. Azért van szükségünk szüleimára, mert magunkban gyengék vagyunk. Tehát Magyarország kis ország lett, a 20. században ismert módon alaposan összement. Sajnos a legnagyobb baj az, hogy a benne élő emberek is tudata és gondolkodásmódja is erőteljesen összement. Tehát van egy hajlam a Magyarországon a provinciális gondolkodása is arra, hogy ne gondolkodjunk nagyban. Tehát nekünk nagyon ügyesnek kellene lenni ahhoz, hogy a magyar érdekeket, a múltban lévő magyar érdekeket is megvédjük, nem csak a jelenben lévőket. Ebből a szempontból nekünk mindenre szükségünk van, ami segít a mi eredményeinket, a mi nézőpontunkat visszaemelni a nemzetközi közegbe. És szerintem Szulejmán szultán ehhez egy remek eszköz. Szulejmán személye kurrens, azt mindenki ismeri. Ha ehhez hozzá kapcsolódunk, és Szulejmán szultán révén próbáljuk becsempészni a magyar szempontokat, és elmondani, hogy milyen szerepe volt ebben a történetben Magyarországnak, akkor sokkal nagyobb az esélyünk. Tehát nekünk egy esély Szulejmán arra, hogy a mi történelmünket, a mi szempontjainkat úgy, ahogy kell, a nagyvilág elé tárhassuk, vihessük. Ebben a kisvárosban az elmúlt 50 évben nem volt összesen 11 magas beosztású állami vezető és egyházi vezető, és most egy hét alatt fordult meg ebben a kisvárosban. Köztársasági elnökök, miniszterelnök helyettes, megyéspüspök, kalocsai érsek, és sorolhatnám, Zrínyi kultusz ez eléggé feledésbe merült. És én azt gondolom, hogy azoknak az embereknek, ez részben a kutatásnak, részben azoknak, akik az emlékévet szervezték, azoknak köszönhetően, hál' Istennek fölértékelődött az egyetlen egy olyan szalmaszálunk, amiben tudunk kapaszkodni, és aminek következtében ebben a városban remélhetőleg turisták fognak érkezni, pénz fog érkezni, és uram, bocsánat, befektetők fognak megjelenni, szállodát akarnak építeni. A magyar nép a történelmi ismeretek nélkül, a történeti mélység nélkül nem lehet öntudatos, nem lehet győztes. Akkor, amikor a múlttal foglalkozunk, és annak bármilyen szegletével, bármilyen rejtélyével a jövőt építjük. És mi ezt tettük, megcselekedtük, amit megkövetelt a haza. Ezek a különböző érdekek, ezek abból a szempontból egy irányba mutatnak, hogy bemutathatóvá kellene tenni. De hogyan? Mert túl az egzotikumon, az érdeklődésen, a turisztikai attrakción, azért van itt egy bökkenő még, a magyar nemzeti identitás szempontjából ez egy meglehetősen problémás személyiségről van szó, hiszen Szulejmán nem csupán a Szigetvárnál halt meg, de ő volt a mohácsi győző is. Ő neki tudjuk be a középkori magyar királyság szétverését, az ország három részre szakadását és olyan folyamatoknak az elindulását, amelyek hát legalábbis egyes interpretációk szerint a trianoni békediktátumig vezettek, és egyfajta nemzeti tragédiának az okozójaként is megjelenik. Tehát, hogy őt hogyan lehet szabad interpretálni, ez egy olyan fogas kérdés, amin majd még egy csapat másfajta szakértőnek dolgoznia kell elég sokat.